Elkészült az északi temető korányi úti bejárata Nyíregyházán. A beruházásra azért volt szükség, mert a látogatók mintegy 80%-a ezen a kapun közlekedik. Balesetveszélyes volt, nem volt elválasztva a gyalogos forgalom, a gépjármű forgalom, most ez látszik, hogy ez külön van választva. Kérjük, hogy aki kerékpárra jönnek, a gyalogos forgalomba tolják a kerékpárt, és nagyon fontos ez az új beléptető rendszer, igazán ez jelentett a legnagyobb költséget. Ugye egy bővítés történt, a korányi úti sávot is kiszélesítettük, és itt teljes biztonsággal jöhetnek majd az ide látogatók. A rendszer rendszám felismerővel is rendelkezik, tehát a bérleteseknek automatikusan nyílik, akik jegyet vesznek, azoknak még most manuálisan kell megvenni. Ez a sáv maradt a gyalogosoké és a kerékpárosoké. Utóbbiak pedig ezen a pár méteres szakaszon a biciklit tolva közlekedhetnek csak. A csapórúddal ellátott irányonkénti be- és kiléptetést jelzőlámpák irányítják. A tervek szerint a rendszert a közeljövőben tovább fejlesztik. Ezzel a beruházással megteremtettük annak az alapját, hogy ne a belépéskor kellessen fizetni, hanem kilépéskor. Ez most, ameddig a második, a Pazonyi úti bejáratunk nem kerül kiszélesítésre, és ott nem kerül felszerelésre a beléptető rendszer, ez ebben a formában nem tud működni, ezért használjuk a régi bevált módszert, hogy a belépéskor jegy megvásárlásával be lehet lépni, illetve a bérletesek, mozgáskorlátozott bérlettel rendelkezőknek pedig, amennyiben regisztráltak a temetkezési KFT-n, akkor automatikusan fog nyílni a sorompó. Az északi temető korányi úti bejáratának fejlesztése 16 millió forintba került. A beruházás összegét az önkormányzat a költségvetéséből finanszírozta.